Szórakozva támogass, ez is lehetne a mottója az egyik sátorai jóhelyi szórakozóhely üzemeltetője által tett kezdeményezésnek. A december hónapban tartó jótékonysági akció a sátorai jóhelyi mentőállomás támogatását szolgálja. Péntek, szombat este, ami van nálunk rendezvény, ebből minden belépőből, minden egyes belépőből 100 forintot fejlálnak a sátorai mentőállomásnak. Az egyik barátommal beszélgettem, aki itt dolgozik, Csabával, és ő mondta, hogy hát olyan problémával küzdenek, hogy nem tudnak a téli gumit venni a mentőautókra, ugyanis ugye, hogy nincs erre forrás, és akkor jött ez az ötlet, hogy talán ezzel tudnánk neki segíteni. A mentőállomás egyre több támogatást kap szervezetektől, vállalkozóktól. Ezen támogatásokat a betegellátás minőségi belátására fordítja a mentőszolgálat. Jelen esetben a közlekedés biztonság növelését segíti majd a támogatás. Nagyon pozitív élmény a mentőállomás életében. Ugye, hála Istennek, megjelennek olyan személyek, olyan vállalkozások, akik úgy gondolják, hogy hajlandóak és képesek is arra, hogy valamiféle segítséget nyújtsanak a mentőszolgálatnak. A mentőszolgálat ugye az üzemelésében teljes mértékben végrehajtja megfelelő felsőfokon ezeket a dolgokat. Ugye itt a támogatásnál ugye minőségi javítást fogunk vagy hajtunk végre. Ez esetben, ami ennél a felajánlásnál érkezett, itt a gumiknak a téli gumira történő átváltását segíti ez az összeg. A sátorai jóhelyi mentőállomás dolgozói összesen 6 autóval teljesítenek szolgálatot, ebből 3 az, amely mindig úton van. Az elsődleges cél tehát az, hogy ezen autókat felszereljék téli gumiabroncsokkal. Van olyan autó, amiről még maradt olyan téli gumi, amit tavaly előtt került beszerzésre, azok még használhatóak, de minden esetre azt szeretnénk, ha minden autónkon ezen a télen lenne téli gumi. Ez egyaránt növelni a mentősök és a szállított betegek biztonságát.